Egy kicsit hosszabb lett a szünet, mint ahogy azt tervezték. Az eredményjelző megmakacsolta magát, de most már úgy tűnik, hogy minden rendben, és folytatódhat tehát a mérkőzés. Még egyszer mondom, 42-37 az állás, hiszen Gerard Boston kosara hozta az 5 pontos differenciát az első félidő végén. 42-35 után itt át 5 pontos most a körmend előnye, is innen folytatódik a találkozó. Gáspár, Boston, Plum, Sefford és Lekli. Tehát ugyanaz az ötös, mint a mérkőzés elején a vendégeknél. Piszek, Elamin, Sonyák, Ferenc és Rakocsevics a körmendben. Itt annyi a különbség, hogy ugye Grebenár kezdett a körmendieknél a mérkőzés elején. Rakocsevics akkor még kicsit rápihent. Boston, Lekli. Lekli szépen játszotta magát tisztára, és behúzza a labdát a gyűrűbe. 6 pontos Lekli József, 42-39. Vissza. Ferenc teszi tovább Elaminhoz. Elamin beláll azonnal a hármasba, de nem jó. Plamb jó zárt, aki Rakocsevicset, így Sefford elvihette a labdát. Boston. Sefford, egy leütés után egy tempó, nem jó. Ferencé a labda, Elamin. Marad a 42-39 tehát. Sonyák, tovább Viszekhez, távolira nem jó. Gáspáré. Boston, bizony. Összeakadtak Viszekhel. Előtte, mint egy kicsit elszaporázta volna Boston, de későn ütötte volna le a labdát. Viszek harmadik hibáját kapja. Bostonnal nagyon-nagyon kemény csatát vívnak. Két négyes, a két irányító. Plum teszi tovább, Gáspár. Sefford kapja. Majdnem elcsúszik Sefford. Micsoda passz volt Leklihez. Lekli is hátrafelé próbálja feltenni. Viszek elviszi. Lekli pedig kap egy személyi hibát. És Györfi játékvezető mutatja, hogy ne reklamáljon. Másfél perc telt el. A harmadik negyedből 42-39 továbbra is. Lekli József két pontja eddig ebben a játék részben. Sonyák tette tovább, Ferenc, hisze? Rakocsevics. Lekli veszi föl, ott van Sefford. Ha szükség van a besegítésre, Ferenc kettő pontért, nem jó. Megint Gáspár kezében landol a labda. Sonyák állítja meg szabálytalanul. Sefford dobja be. Boston. Ajaj, Sefford nagyon ott maradt. Rakocsevics kap egy személyhibát, azt ő is megkérdezi a játékvezetőktől, hogy miért. Elég sok kommentár van az ítéletek után. Kosár nincs, falt van. Rakocsevics első hibája volt ez. Sefordnak pedig a 8. pontja, 42-40. Pontosan 2 perc telt el a harmadik negyedből.
Kovácsevics. Palánkról megoldja Zsárko Rakocsevics, 8 pontos ezzel, 44-41. Lakli. Újra egy pont közte, 44-43. Elamin. Ferenc. Sonyák. Ferenc kapja, nem tudja megjátszani Rakocsevicset. Ferenc kóstolgatja Seffordot, aztán megint kettő pontért, és ezúttal bent is van. Hétnél tart Ferenc Csaba, 46-43. Lam. Boston teszi tovább, Gáspár kapja. Rakocsevics előzi meg Leklit. Viszek, végigviheti, és falttal együtt dobja be. Bostont ezért nem fogják megdicsérni, azt hiszem. ...48-43, és Viszek még egyet dobhat. Boston második hibája volt ez. A büntető kimarad. Lekli jön nagy rendülettel, és be is fejezi. 10 pontos. ...48-45, Rakocsevics harcol ki egy faltot, Seffort kapja. A harmadik csapat személye a vendégeknél, Seffordnak a második. Ferenc, Viszek. Rakocsevics megkerüli Plambot, és bedobja a palánkról. 10 pontos Rakocsevics, 50-45. Plamb visszaszerzi a saját labdáját, és másodszorra be is fejezik. 13 pontos, a mezőny legeredményesebb a jelen pillanatban. Boston szerzi meg Viszektől, Seffordz ígyszerben, be is dobja. 10 pontos ő is, 50-49. Elamin kapja, Rakocsevicset nem tudta megjátszani. Elamin, jó a kettes. 14 pontos Elamin, most ő a dobólista élén ebben a pillanatban. Gáspár 52-49. Ez is bent van, 52-51. Lassan a harmadik negyed feléhez érünk. Seffort 12 pontos, Viszek. Lépéshiba. Jön Kamán, és jön Kertész. Az eténél. Lekli kap pihenőt, Boston is lemegy. Egy pont a különbség, és támadhat a vezetésért a vendégcsapat. Seffort. Lam tovább. Kamán kapja hármasra. Nem jó. Elamin kezéről megy ki. Maradt támadásban az Ete. Seffort elől elpöcköli Elamin, aztán Seffort visszaszerzi. Kertész. Gáspár tovább teszi, nem dobja el, Plumb. Kamán indul be, Rakocsevics jön, és most a blokk után a körmendé a labda. Vissza. Hoppá. Kamán ellen sportszerűt lehiba. Thank you.
mutatják a játékvezetők, hogy nem Elaminnak kell dobni a büntetőket, hanem Rakocsevicsnek, hiszen ő volt a sértett. Muhammad Elamin mosolyogva eloldalog. Az első büntető kimarad. Rakocsevics a másodikat bedobja. 11 pontos, 53-51. Sonyák visszakapja. Ferenc segített egy blokkal. Elamin, Rakocsevics kéri Besselfort mellett, most kapja. Ott van Sonyák a sarokban, és fölpattan a labda. Kámáné, Rakocsevicsé a fajt. ...53-51 tehát. A lecsorgó labda megint, ez a legerszegélyeké. 11. támadó lepattanója a vendégcsapatnak. 24-20-ra vezet ebben a műfajban a Zete. Sefford megjáratják alaposan. Kire jön ki a figura, Sefford maradott, és megint egy blokk, Rakocsevics. Ferenc, marad az 53-51, 3,5 perc sincs hátra a harmadik negyedből. Elamin. Bevállalta Elamin, de a dobás rövid. Kertész, és ez így, hiba. Húgban volt Györfi játékvezető is. Hencsei Tamás kér időt. Utasi dobja be, és ő kapja vissza Ferenctől. 3-10 még a negyed végéig. Rakocsevics, 53-51 tehát. Utasi. Sonyák. Szépen csinálta Sonyák, de a dobás nem jó. Plum kéri a túloldalon, nem kapja. Gáspár adja vissza Kertésznek, aztán újra Gáspár. Kálmánt Ferenc. Igyekszik őrizni keményen Sefford távolról. Bent van a tripla. 15 pontos már Justin Sefford, és ezzel vezet az ETL. Elamin. Sonyák jön, majd Sömenek a körmendben. Ferenc hármas. Nem jó, nincs válasz. Kertészé. Gáspár. Lamp, és jó ütemben érkezett Sefford, 17 pontos már. 53-56. Rakocsevics zicserben. Be is fejezi 2 ponttal. 55-56, 2 perc sincs a negyedből. Lamp, támadó hiba. A harmadik személyi hibája Doug Plumnak, és most jön Sümenek Martin. Plum le, Kovács áll be a vendégeknél. 55-56, egy pontos zalai vezetést áll. Gáspár keseríti Elamin életét. Rakocsevics kapja, de eléggé bent van a sűrűjében, ennek ellenére megoldja. Egy kisebb fajta tiszteletkör után. 57-56. Egyel megint a körment vezet. Egy tiszta hármas megint. Újra vendégelőny. Gáspár. 57-59.
Kovács ellen a személyiba. Szafort kap pihenőt, Lekli áll vissza. Kettő pontos vendégelőnél, tehát 57-59. Ferenc Csaba büntetőzhet. És az első kijön a gyűrűből. A második bent van. Ferenc 8-nál tart, 58-59. Alig több mint egy perc a negyedből. Lekli. Gáspár. Kertész. Utasi megy vele. Kertész visszaszerzi, és kiről megy ki. Ez így az a legerszegélyeké. Kertész helyett Boston áll vissza. -44 másodperc még Kálmán, Boston. És a palánkról bent van 11 pontos Boston, 58-61, alig több mint fél perc a negyedből, 3 pontos a legerszegi vezetés. Elami. Ő is palánkról eredményesen fejezi be, 60-61. Kovács. Leklit előzi meg megint Rakocsevics, 6,7 másodperc. Boston. És Bostonnak még volt ideje egy duplára. 13 pontos, így 60-63, 3-mal vezet az ETA az utolsó negyedelőtt. A félidőbeli 5 pontos előnyt 3 pontos hátrányra váltotta, tehát a Körmend a harmadik negyedben 18-26-ra nyerte ezt a 10 percet az ETL. Elamin. Elamin ment be emberrel együtt, Grebenária lepattanó, és nincs kosár. És falt sincs. De most már van el, amin kap egyet. Ütésért. Velkei dobhatja be, tehát 60-63-nál. Kusnyer újra játékban Körmendi oldalon is. Sömenek Martin is ott van. Boston megy közelebb, és ezt is bedobja. -60-65. Bostoni a falt, neki a harmadik. Elami. És mindenki jön a gyűrűből. Kálmán Tamás harmadik hibáját jegyzik be. Grebenár Péter
a büntető vonalon. Ez is kimarad. 10-ből 4 eddig már kimaradt Körmendi oldalon a büntetők tekintetében. 8/6 az alaiak mérleg ebben a pillanatban. Ezt bedobja Grebenár Péter. 3 pontos, ezzel 61-65 Velkei. Kálmán teszi tovább, Boston. Sömenek lép király, Kovács. Bostonhoz vissza. Sömenek ki a falt. Jön vissza Rakocsevics, nincs mese. Sümenek Martin megy le. 23 perce volt idáig Rakocsevicsnek. Az eltelt 31-ből. Ott van Lelkli. Nem tudni mire várt, hiszen tiszta útja lett volna a gyűrűhöz, de övé a labda. 4 másodperc még. Rakocsevicsé a lepattanó. Velkei tisztán dobhatott hármas, de nem ment be. 61-65. Hopp, el, ami még elcsipi. Velkei majdnem ellopta. Rakocsevics ellépte. Marad a 61-65. És támad az ETL Boston. Elamin akad fönn. Lekli blokkján. 61-67. Boston nagyon belőtte magát. 17 pontos már. Rövid Rakocsevics dobása. Kovács Lekli teszi tovább. Boston megint egy falt. Grebenáré. Farkas és Ferenc ült ott, de valószínűleg időt kér a Körmendi, így van. Körmendi időkérés tehát. Velkei dobja majd be, Szefort kapja, Farkas, hosszú idő után újra játékban. Kámán, nem jó a hármasa, Velkei hátra, és Kovács begyűjti. Hentsei Tamás dühöng, gyakorlatilag egy kivédekezett támadás után szerzi vissza az ellenfél a labdát. Szefort, Kámán. Kovács kóstolja be Farkast, aztán nem jól horog, Boston, és faltot harcol ki, egy másodperccel a támadó idő letelt előtt. Ferenc Csaba személyi hibája volt ez, ami a csapatnak a negyedik. Második bent van Bostontól, 18 pontos. 61-68. Vissza. Nincs kinek passzolni, Farkas. Nem kapta vissza Visszaknek. Rakocsevics viszi rá Seffordra, és szépen oldja meg. 17 pontos zsárkó Rakocsevics. 63-68. Boston. Szefort. Rakocsevics piszkál oda. 15 másodperc még. Plum áll vissza. Kovács megy le az eténél. 6 perc 41,8 tized másodperc még a hátralévő idő egészen pontosan. Kálmán dobja be. Boston. Szefort elugrasztott a Farkast, és egy szép passz Kálmához. A dobás kimarad, de Ferenc
faltolt. Kálmán Tamás első büntetője lejön. A második bent van. Első pontját szerezte az zalaegerszegi kapitány. Boston ment le. Visszakviszi végig, és falttal együtt dobja be. 65-69. És Visszak még egyet dobhat. Jön Lekli az a zalaegerszegieknél. Kálmán megy le. Tehát Szeford és Lekli most együtt a pályán. Sonyák melegít a folyosó ajtóban közben a körmendi pad mellett, miközben Visszak dobhat büntetőt. Ezúttal bent van a plusz egy is, 11-nél tart, 66-69. És a körmendi a labda, Rákocsevics, Ferenc. Visszak. Kijön, de Rákocsevicsi a lepattanó. És Rákocsevics bedobja, 19 pontos. 68-69. Hat perc még, már annyi sincs. Szeford ellen szabálytalankodtak a körmendiek. Ő dobhat kettőt. Egyetlen pontra zárkózott tehát a körmend. Visszak lopta el az imént a labdát. És most Szeford első büntetője is kimaradt. A második bent van. Ha jól számolom, 19 pontos Justin Szeford, igen. 68-70, Velkei. Ő kapja a személyi hibát. Visszaknek ez már a 8. kiharcolt hibája egyébként. Bostonnak van 7. Elamin a labdával, Gáspár mellett. Rákocsevics kapja, és dobja. 21 pontos Rákocsevics, egyenlít a körmet. 70-70. Megszerzi Visszak. És be is dobja. 13 pontos Visszak. Lekli teszi vissza a pattanót. 12 pontos Lekli, 72-72, egy pillanatra átvette a vezetést a körmend. Visszak. Rákocsevics érkezik, támadó hiba, mármint Visszaknél, és akkor neki ez a negyedik. Sátra van még majdnem 5 perc. Visszak mutatja, hogy a félkörön belül ott már nincs támadó hiba. Velkei le, Boston vissza. Boston 72-72. Oldalról folytatódhat a játék, és jön Sonyák Béla. Próbálom visszanézni, hiszen késleltetve jön nekem vissza az élő közvetítés képe, hogy hol történt az az eset. Hát valóban belül volt bizony azon a területen, ahol már elvileg
támadó hibát nem nagyon lehet ítélni. Lejön a tripla, de Gáspár kezében landol. Maradt támadásban a vendégcsapat. Sefort 72-72, Elaminér hozzá, Gáspár. És bedobja Gáspár palánkról szorongatott helyzetből. 7 pontos, 72-74. Viszák, Rakocsevics. 23 pontos zárkó Rakocsevics. 74-74. Plum. Sefford kap egy remek labdát. 21 pontos, 74-76. Viszák. Újra 2 pontos vendégvezetés. Viszák hátra. Ferencnek triplára, de nem jó. Sefford indulhat. Ferenc takarja be az ígyszerben lévő Gáspárt. Elamin kapja, és nem jó, de ott van Sunyák Béla. 76-76. Hát nem semmi végjáték vár ránk, időkérés. 3 perc 26 másodperc van hátra, és semmi nem dőlt el. 76-76. 20 körmendi, 19 zalaegerszegi személyi hiba. A körmendben Viszeknek 4 faltja van, egyelőre 4 hibája más játékosnak nincs a mezőnyben, rajta kívül. Lekli eladja a labdát, Rakocsevics Elaminnak adja. 76-76. Viszek. Sonyák, Viszek. Elaminnak mutatja Viszák, hogy hova kéne menni, Rakocsevics kéri el. És eladja Rakocsevics, ahogy megszerezte az imént, most úgy el is adja, rossz helyre ment a passz. De az lesz rá az első követ, aki, mert bocsánat, hogy kimondom, de hányással és egyéb problémákkal járó betegség másnapján nem hibázna, pláne nem feküdne otthon. Sefford. Lamb, Lekli. Lekli elrontja, Rakocsevics tovább pöcköli, vissza. Sonyákot kilökik, és így hiába a körmendi zicser. Bognár játékvezető hűti egy picit a kedélyeket. Plum negyedik hibája. Tehát a vendégeknél is van most már olyan játékos, aki egyre közelebb a kipontozódáshoz. ...76-76-nál Sonyák büntetője bent van. 10 pontos Sonyák Béla. A második lejön. 77-76. 2,5 perc még. Boston. Lekli. Plum. Boston tovább. Sefford. Plum és Ferenc van mellette, és Sefford bedobja. Elamin. 77-78. Ferenc. Viszák. Sefordra viszi rá, és nem jó. Rakocsevics hiába szerzi meg ellene a falt. Sefordot lőtt el. Marad az egy pontos zalaegerszegi vezetés. És itt Sefford büntetőzhet. Nem Lekli, bocsánat. Közben itt könyveltem el dolgokat, és már az ember fejében a nevek bizony keverednek. Lekli első büntetője is kijön.
második bent van ezúttal is, 13 pontos Lekli, 77-79, 2 perc még, 2-vel vezet az Ete. Elamin. Ferenc, Elamin. Kosár nincs, falt van. És akkor 2 dobás következik. A Pécs 93-67-re verte a Jászberényt, a Szolnok 90-61-re a Sopron. Itt pedig Mohamed Elamin 17. pontjával egyre zárkózik az Aegis körmet, 78-79. És van hátra még majdnem 2 perc, ami azért kosárlabdában ugye korán sem 2 perc. Elamin egyenlít, 79-79. Lekli. Elami nem tudja ellopni tőle, Lekli befejezi szépen az akciót. 79-81. Viszek, másfél perc még. Rakocsevics, Ferenc. Nem tudja Rakocsevicset megjátszani, és el is adja a körmend a labdát. De Plump tapsol, örül. Ahogy fogy az idő, egyre nagyobb az ilyen hibáknak a jelentősége. 79-81, 1 perc 14 a végéig. Boston. Lam. Elamin faltolja le. És jár nincs. Megint 2 büntető következik. Elamin harmadik hibája volt, és Plump büntetője is kimarad az első. A második is, és a lepattanó kié a körmendő. 1 perc és 6 másodperc még 79-81-nél. Viszek, belül vagyunk már az utolsó percen. Elamin. Rakocsevicsnek osztja le. Viszek, Rakocsevics nem vállalta el most, hogy bevigye. Viszek, igen, és be is dobja. 15 pontos. Egyenlő, 81-81, 45 másodperc még. Van Boston. Gáspár. Boston. Van. Most is Ferenc igyekszik megtartani Szefordot, ki egy fejjel magasabb nála. Lekli, és elrontja Lekli. Viszek, 24 másodperc. Alig több van hátra, mint amennyi a körben támadó ideje. Elamin, 81-81. Elamin, valamit kéne kezdeni a labdával. Lassan. Áll Elamin, és nem játszik semmit. Számolnak a játékvezetők, mutatja Hentsei Tamás, hogy gyerünk, csinálj valamit. Elamin elvállalja a hármast, ami nem jó. 1,2 tized maradt. 81-81-nél időkérés. Időkérésre, időkérés. Raúl Jiménez is kért egy időt, amikor letelt az előző. És most jönnek a csapatok, 1,2 tized másodperc, egyenlő az állás, és erről az oldalról hozhatja a játékba a labdát a ZTE. És már csak az a kérdés, hogy hosszabbítás, vagy egy Zete bravúr kosár dönti el a mérkőzés sorsát. Raúl Jiménez még mindig mutatja a játékosainak, hogy mit kell csinálni? Boston dobja be. Kálmán befordul, elengedi, és bedobja.
Kámán Tamás 1,2 másodperccel a vége előtt bevágja a triplát. Zalaegerszegi örömmámor Körmenden. Elég volt az 1,2 másodperc arra, hogy a Zete megnyerje a mérkőzés 81-84-re. Egy szemmel láthatóan sérülésektől, illetve betegségektől meggyengített Körmend ellen. Raúl Jiménez hívja a játékosait, hogy gyertek be az öltözőbe. A körmendiek még a zsűri asztalnál protestálnak. Hát ott van a videóbíró, vissza lehetne esetleg nézni az akciót, ha ez a probléma. Nem tudom, hogy egészen pontosan mi a reklamálás tárgya. Minden esetre a körmendi drukkerek a játékvezetők ellen tüntetnek. Több olyan időszaka is volt a meccsnek, amikor számos ítéletet, elmaradt ítéletet kértek számon a játékvezetőkön, de volt néha oka az zalaegerszegieknek is rácsodálkozni a játékvezető ítéletekre. Talán valóban a körmendieknek többször. Azért várjuk meg még, hogy mi lesz a végkifejlete a dolognak. Ferenc Csaba a jegyzőkönyvnél. Minden esetre úgy tűnik, hogy ez a vége, tehát még egyszer Égisz Körmend, Zala Kerámia, ZTLKK 81-84. Nem sikerült tehát a nyitány a középszakaszban a Körmend számára, az a zalaegerszegiek örülhettek megint a Körmend ellen. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra, viszonthallásra a szombaton Jászberényben játszik a Körmend, aztán jövő héten kedden újra hazai meccs a középszakaszban. Addig is még egyszer viszontlátásra, viszonthallásra.